Savanyú káposzta, mézbe áztatott gyömbéres homoktövis, grapefruit, ananász, 100%-os gyümölcslevek, egészséges főételek. Ez volt a menü a Menő Menza az iskolákban elnevezésű programon Zombán, aminek a tematikus napja a C-vitamin köré épült. Ez azt jelentette, hogy az idősebb diákok tájékoztatták a többieket a C-vitamin fontosságáról, Szentgyörgyi Albert életéről, majd meg is kóstolhatták a C-vitaminban gazdag gyümölcsöket, zöldségeket. Káposztát is szoktatok rendszeresen enni otthon? Nem rendszeresen, de néha nyilván szoktunk. És miért jó ezeket enni? Mesélj meg! Mert tele van C-vitaminnal, és a C-vitamin jót tesz a szervezetnek. A C-vitamin az egy elengedhetetlen dolog az emberi életben, és hogyha nem fogyasztjuk megfelelően, akkor hát betegek leszünk. Az egészségnapon nem csak az egészséges táplálkozás, hanem az étkezés, az asztalterítés kultúráját is megtanulhatták a gyerekek, továbbá azt, hogy nem szabad pocsékolni az ételt. Nagyon-nagyon sok gyerek ingyen étkezik. Az ingyen étkezésnek nagyon sok esetben sajnos nincs becsülete. Nagyon sok az ételhulladék, nagyon sokat visznek vissza a gyerekek. Különösen a leves az, amit nem szívesen fogyasztanak. Most a mai napon mi arra törekszünk, hogy svéd asztalon legyen a felszolgálás. Tehát a gyerek szokja meg ezt a fajta étkezést. Szokja meg azt, hogy annyit vesz, amennyit meg is eszik. De ha ízlik, neki felállhat, és újra visszamehet, és újra fogyaszthat még. Évek óta zajlik ez a program Zombán, amiben nem csak a gyermekeket, hanem szüleiket is igyekeznek bevonni. A program célja, hogy a gyerekek kevesebb szénhidrátot és több zöldséget, gyümölcsöt fogyasszanak, továbbá többet mozogjanak. Az egészséges életmódra nevelést szolgálják ezek a tematikus napok, továbbá az iskola udvarán kialakított fűszerkert, valamint az ivókutak is.